Édes Tova 28 esztendeje, hogy Németh László és barátai úgy döntöttek, hogy karácsony szent ünnepén segítséget nyújtanak a Fejér vármegyei Integrált Szociális Intézmény polgári telephelyén élő halmozottan fogyatékos embertársaink ünnepének szebbétételéhez. Nem történt ez másként, idén sem. 28 éve kezdődött, éppen az idén, amikor én először betettem ide a lábam, és akkor történtek olyan események körülötte, amikor én elhatároztam, hogy nekem itt még dolgom van. Az élet bizonyította, hogy van dolgom. Körül kell itt nézni. Ezek a maga tehetetlen kis emberkék, ezek éppen úgy igénylik a szeretetet, mint egy egészséges ember. Székesfehérvár önkormányzata nevében ebben az esztendőben is Róth Péter alpolgármester erősítette meg, hogy továbbra is szívügyének tekinti az intézmény lakóinak sorsát. Kováriné Bújdosó Lilla az otthon vezetője köszönettel fogadta a segítő szándékot, amely gondoskodó szeretettel társul évről évre. Laci bácsit minden évben nagyon nagy szeretettel várjuk, az ellátottak is nagyon nagy szeretettel várják, és ugye Laci bácsi a karácsonyhoz kötődik, úgyhogy ez egy ilyen fontos pont az életünkben, és az évünk lezárásaként egy nagyon szép momentum, hogy minden évben hoz nekünk valami ajándékot, és a gyerekek minden évben kapnak valamit tőle. Az ünnep vendégei idén is egy olyan műsort láthattak, amelyben a lakók és gondozóik bensőséges hangulatban mutathatták be, hogy karácsonyi műsor a fogyatékos emberek számára talán még fontosabb, mint az egészséges embereknek. Ők a tiszta szeretetet nyújtják az emberek felé, hiszen az ünnepség hívó szavai a hit, a kedvesség, a remény, a boldogság és a szeretet voltak.